Sziasztok! Ebben a videóban az előkékről lesz szó, mégpedig a pergető előkékről. Megpróbálok olyan kérdésekre válaszolni, amiket mostában nagyon sokszor olvasok a fórumokon, miszerint mikor kell, mikor nem kell, milyen előkét használjunk, milyen halfajra, mennyire zavaró a drót előke, ilyenek és ehhez hasonló témák. Induljunk a kezdetektől. Amikor elkezdtem pergetni, akkor szörnyű előkék léteztek a boltokban, de van egy jó hírem, most beírtam a Google keresőbe, hogy pergető előke, és egész használható dolgokat dobott föl. Ugye, ha a kezdetektől indulunk, egy ponthorgász vagy egy úszós, az milyen előkékkel találkozik, milyen előkéket használ. Ugye, mi a fontos, hogy vékonyabb legyen, illetve kisebb szakújtó szilárdságú, mint a főzsinór, úgyhogy ha probléma van, szakad, akkor az előke szakadjon, megmarad a etetőkosár, stb. Na hát a pergetésnél teljesen más a helyzet. Egyből egy rossz példával kezdenék, ezt az előkét, ezt valahol találtam. Maga a hossza az problémás egyből, hiszen mindössze 20 centi hosszú. Maga az anyag az nem lenne rossz, ez egy ilyen bevonatos drótelőke, ami még talán krimpelve is van, és úgy van egy bevonattal ellátva, viszont nagyon-nagyon gyenge kapocssal van ellátva mind a két oldalán. Tehát úgy oldotta meg az illető, hogy van egy ilyen szörnyű úszózásra alkalmas kapocs forgóval, ami szintén szörnyű. Egy aránylag jó forgó, aztán a másik oldalon szintén ez a hát etetőkosarat belemernék akasztani, vagy úszót, de műcsalit azt nem kapocs. Ezzel amúgy lehetne halat fogni, csak kicsit rövid a hossza, a kapcsok azok teljesen használhatatlanok. Induljunk el onnan, hogy én hogy kezdtem el, milyen előkékkel kezdtem annak idején. Hát itt van, ez egy ős előkém, megtaláltam itt a dobozok alján. Gyakorlatilag két forgó van a végén, az egyik forgóba notaknot kapocs, a másik forgóba egy rendes kapocs. A hossza ez 57 cm. Joggal kérdezhetnénk, hogy zavarja ez a például a csukát, hogyha ilyet rakunk fel. Azt mondom, hogy bizonyos körülmények között zavarja, bizonyos körülmények között nem. Például, ha felrakunk egy ilyen 7-8 centis kis könnyű gumit, akkor már látszódik, hogy hát eleve azok a hibák, a gyűrődések kis egyenesednek, ez a vízbe egy teljesen külön életet fog élni, és merőben zavarni fogja a halat. Viszont, hogyha felrakunk egy ilyen méretű hakut, akkor már egyből ki is egyenesíti az előkét, és tökéletesen fog működni. De mi lesz a probléma vele? Gyakorlatilag ha eldobjuk és visszahúzzuk, akkor nem lesz vele probléma. Viszont, hogyha zserkelésre használjuk ezt az előkét, akkor minden rántásnál ugye a csali kitér hol jobbra, hol balra. Ez az előke, ez meg fog állni a vízben, és a csali bele fog fordulni, a horgába bele fog akadni minden mondanám, hogy vontatásnál, de berángatásnál bele fog akadni, ami nagyon idegesítő lesz. Szóval, hogyha elég nagy célpontot rakunk a csukák elé, akkor nem tudunk olyan vastag vagy riasztó előkét felrakni,
ami a halakat zavarná. De hát ez a múlt, jelenleg milyen előkét használok, ugye? Csukázáshoz három fő előkét szoktam használni. Ugye hardmonot, krimpelve, fluorkarbont és krimpelt vékony drótot. Menjünk sorba, hogy melyiket mikor használom. Hát gyakorlatilag ez a hardmono zsinór, ez gyakorlatilag megjárt velem három Svédországot, két Norvégiát. A hossza 45 cm, nagyon sok csuka fog van rajta, és ami érdekes, ugye az előke hosszánál fogva, megnézem, hogy hol van a legtávolabbi sérülés, csukafok okozta sérülés, mert azért van rajta jó néhány, és megmérem, hogy mi ez a hossz. Hát ez bizony 18 cm-nél van az első sérülés. Az azt jelenti, hogy nem véletlenül mondom azt, hogy ez a 20 centi, ez a lélektani határ. Én inkább azt javaslom, hogy 30 centi alatt nem gondolkozzatok, de ez a 40 az simán jó. Hogyha tovább megyünk, ugye vannak a krimpelt fluorkarbonok. Most igazából, hogy fluorkarbont használunk, vagy hardmonot, azt mondom, hogy akkor lehet jelentősége, hogyha nem csukázáshoz, hanem például ilyen finom csalikhoz alkalmazzuk, hiszen a fluorkarbon a süllyedős, a monofil az meg felúszó, és hogyha finomítgatni akarjuk a csalit, akkor nem mindegy, hogy süllyed a zsinór, vagy felúszik. De most csukázásnál, meg megfelelő méretű csalinál igazából mindegy. Milyen vastagságot használjunk? Én azt mondom, hogy a 60 az alja, amivel neki vágunk csukázni. Nyilván lehet rizikózni 40-essel, 50-essel, én is fogtam már ki nagy csukát, 20-as előkével is véletlenül akadt rá, de az nem azt jelenti, hogy nem volt a csali a torkába és darálta a fogával, hanem gyakorlatilag szinte egyszer nem pattant a fogán az előke, úgy kijöhet, vagy szájszéles volt. De hogyha egyet húz a csuka, az el tudja darálni. Mondok egy sztorit, régen, mikor még legyezgettem ifjú koromba, akkor csináltam egy ilyen csirketól fehér legyet, és azt cincálgattam, és láttam, hogy a csuka rábicskázik, süllőre horgáztam, és egy 40-es monofil volt fönt, és úgy haraptál a csuka ezt a 40-es monofilt, hogy nem is rántotta, nem húzta meg a zsinór, gyakorlatilag a harapás erejétől, mint egy ollóval, hogyha így nyissz, elvágnád, megszűnt a kontaktus köztem és a csali között, és úgy elvitte a hal. Ugye, amikor olyan helyen szoktam csukázni, illetve olyan csukaveszélyes pályákon horgászok, ahol finom hangolás szükséges, akkor krimpelt drót előkét használok. Ugye, hogyha ide néztek, itt van egy csomóféle köthető, illetve krimpelhető drót előke, 19 szálos, 7 szálból fonott, stb. De amit én használok, az ebbe a kis tasak ocskámba van, ebben van minden krimpeléshez szükséges dolog, mindjárt mutatom, és az előke is. Ez egy 49 szálból fölépülő előke, ami gyakorlatilag nagyon finom, nagyon vékony, körülbelül ilyen 10-12-es fonotnak megfelelő vastagságú, 6 kg szakító szilárdsággal ráírva. Mik vannak a kis tasakomba? Itt vannak a különböző kapcsok, amiket használok, a különböző vastagságú és hosszú krimpelő csövek, és kapocs.
Notaknot fül. Hát én általában ezt a 1-es, illetve 0-ás krimcsövet szoktam használni, abból is mostában inkább a rövidebbet, ami még szükséges hozzá egy krimpelőfogó, és egy olyan fogó, amivel szépen el tudjuk vágni. Nagyon fontos a krimpelésnél az, hogy amikor vágjuk, akkor nagyon szép felület kell, hiszen ha kiszálasodik a vége, akkor nem bírjuk, ugye oda-vissza át kell ezen a kis csövön fűzni, és akkor utána egy roppantás, és akkor kész az előke. Én úgy szoktam, hogy egyik oldalon hagyok egy hurkot, amiben kerül a notaknot fül, másik oldali hurokba pedig már előre krimpelés előtt belefordítom a kapcsot, és gyakorlatilag ez a finom felszerelés, simán balincs, süllő, sügér, horgászat, akkor ezt szoktam használni. De hogyha valaki még jobban le akarja úgymond finomítani, léteznek ilyen invisible light előkék, amik tipikusan erre vannak kitalálva. Ez is 7x7 szálas kis nagyon vékony fonás, ami még egy fluorkarbonnal elő körbe van véve, úgyhogy ezt tipikusan ilyen helyekre ajánlják. Nem tudom, én már nem emlékszek, ez már nagyon-nagyon ős, régi darab, hogy mikor használtam, nem tudom elmondani már, hogy mennyire vált be, vagy nem. Én ezeket használom jelenleg csukára. Jó, akkor lépjünk tovább egy másik fő előke csoportra, ezek pedig a fluorkarbonok. Hogyha a következő kupacot nézzük, akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 féle fluorkarbon zsinór van előttem, és ebből körülbelül 5-öt használok, mindjárt elmondom, hogy miért. Ugye a legvastagabbakat, hogy már így a csukázó előkéknél maradjunk, azokat nem használom. Ez a legvastagabb a 40-es és az 50-es. A 40-es és az 50-es az körülbelül ilyen nagy harcsás, nagy süllős pályára lehetne jó, de akkor már inkább rakok egy ilyen krimpelt 71-eset, vagy 74-eset, és akkor ott vagyok körülbelül, és hogyha jön a csuka, akkor se lesz baj. Induljunk a legvékonyabb felül. A legvékonyabb fluorkarbon, amit használok, az a 14-es. A 14-eset azt általában nagyon UL pecáknál szoktam alkalmazni, UL kanalazás, UL wobblerezés, pisztrángraúztatás, pisztráng horgászatokkor szoktam, ezt kötöm be a főzsinór elé, de nagyon sok esetben nem használok előkét, hanem csak simán egy palomárral fölkötöm a kapcsot a fonotba. Ennek egy hátránya van, hogy ezek a nagyon vékony fonottak azonnal megtalálják az utat a kulcskarikák közé, a kapocsba, nagyon rossz gubancolni, hogyha fölrakjuk az előkét, akkor viszont ezeket a problémákat azonnal meg is szüntetjük. Szóval a legvékonyabb, amit használok, a 14-es. Egy apró sztori ide is, hogy pisztrángozás után fönnmaradt ez a 14-es előke, és fekete sügérre horgáztam, gyakorlatilag ilyen soft-jerk módszerrel, elkapta a fekete sügér, fárasztottam, és egyszer csak elszakadt a zsinór, és egyszerűen nem értettem meg most, hogy a fenébe, hát szólt a fék, normálisan lágy bottal horgáztam, semmi erőltetés nem volt benne, akkor mi történhetett? Hát ennek a zsinórnak ugye a szakító szilárdsága az mondjuk 1,4 van ráírva, de ugye használat után kötözve, stb. Ez jóval lecsökken, és egy ilyen másfél kilós fekete sügérről beszélünk, azért az már tud nagy ramazurit csinálni, hirtelen fejrázások, hirtelen kirohanások, hát tudni kell helyén kezelni a zsinórnak az erősségét, sokszor mondják, hogy lazára állítom a féket, tehát itt mutatja példa, hogy nem lehet elég lazára állítani, hogyha nagyon lefinomítod a felszerelést, akkor könnyen elveszítheted így is a
halat, mert pont ezért, hogyha fekete sügerezek, domolykózok, akkor ez a 20-25-ös méret, amiket felszoktam rakni, de mindent hozzá szoktam igazítani a csali méretéhez is. Nyilvánvaló most a Dunán, hogyha egy ilyen 28 g-os csebúval meghúzom a 20-ast, akkor azért ott rezeg a léc, hogy el fog-e már bedobáskor pattanni, vagy nem. Szóval oda inkább ez a 30-35-öset szoktam betárazni, amikor finomabbra vagyunk hangolva, akkor meg ez a 25-30, a 20-asat nem nagyon szoktam alkalmazni. Ugye hogy néz ki egy ilyen előke, amit használok? Gyakorlatilag egy ilyen hozba, amúgy ezen is vannak ilyen kiszálasodások, kiszűrösödések. Nézzük meg a teljes hosszát neki. Ez 61-2 cm, 60 centi körüli. Ugye én kötésekről most nem akarok beszélni, az mindenkinek megvan a saját kötése. Egyik végébe klincs csomóval van kötve a notaknotfül, másikba klincs csomóval a kapocs. Nem ez a legjobb módja a kötéseknek. Ugye FG-vel szokták a főzsinórhoz hozzákötni. Azt ajánlom mindenkinek, én nem tudom jó megkötni, illetve nem is nagyon szoktam vele szórakozni. Én így használom, nagyon kell rá figyelni, hiszen egy óvatlan pillanatban, hogyha behúzzuk a spitzgyűrűbe, akkor az nagyon nagy károkat tud okozni. Velem is megtörtént már nem egyszer, volt már belőle spitzgyűrűtörésem, volt már belőle olyan, hogy csak a vakszerencsén múlott, hogy nem tört el a botot amúrfárasztás közben, ugye nagyon nagy lágy bot volt, bepattant a notaknot a gyűrűbe, nem jött ki belőle, az amúr megiramodott. Az volt a szerencs, hogy a zsinór szakadt, nem a bot tört. Nyilván annyi lélek jelenlétem volt még, hogy egyenesen ráfordítottam ugye a botot, hogy ne bírja, tehát ne a hajlítsa a botot, hanem húzó terhelést adtam neki, és így gyakorlatilag sikerült bele szakítanom a zsinórt, nem törtem el a botot. Ugye süllőre, balinra ez a 25-35-ig szoktam kötni, hasonló ilyen 60 cm hozba, de néha, amikor megkívánja a peca, akkor szoktam ilyen extrém hosszúkat is kötni, ez ilyen 1,10 m körüli, gyakorlatilag látjátok, hogy itt már egy ilyen Tokió rig van felkötve. Nyilvánvaló, nagyon lassú tempónál használom, kell az átláthatatlanság, ugyanúgy ugye a dropshotnál, amikor le vagyunk finomítva, oda bizony nagyon kellenek azok a előkék, hogy egyáltalán ugye a dropshotulon megálljon rajta, és kell a láthatatlansága is. De maga a monofil, illetve fluorkarbonnak a láthatatlansága nem csak az egyetlen fő erény, ami miatt használjuk. Másik nagyon fontos előnye ezeknek, hogy sokkal jobban bírják a terhelést, mint a fonottak, főleg a vékony fonottak. Egy vékony fonott zsinórt, akár még egy kősüllő is, most itt értek ilyen 3-as, 4-eset is, el tud harapni a fogaival, illetve elreszeli. Viszont egy fluorkarbon az sokkal jobban ellenáll. Ugyanez igaz a kagylókra, a kövekre, bármire, sokkal jobban fogja bírni például a fluorkarbon ezeket a külső behatásokat, mint a fonott zsinór. Ezért is használjuk. És elérkeztünk az utolsó pontjához, az előkékhez, az pedig az ultralight horgászat. Lustaságomból fakadóan az ultralight horgászatnál is lehetőség szerint nem szoktam előkét kötni. Egy sima klincs csomóval szoktam bekötni a fonott végére a picike kis kapcsomat,
ugye, amit mondtam, ilyenkor az, hogy beakad a kapocs, illetve a fonott előke a gyűrűbe, a kapocsba, mindenhova, azt ki lehet küszöbölni. De ugye, amikor ilyen felszíni úsztatást szoktam csinálni wobblerekkel, akkor inkább zavaró az előke, mint hasznos. Ugye, amikor általában ugye ipolyon, sajón szoktam horgászni, nem a legnagyobb tisztaságukról híresek, nem számít, hogyha nincsen előke. Nyilvánvaló, hogy amikor nagyon tiszta vízre megyek, meg lassú a peca, vagy olyan a csali méret, akkor én is szoktam előkéket fölkötni. Ugye, ha pisztrángozok telibe monofillal, akkor se szoktam előkét kötni, hiszen gyakorlatilag minden adott van, egy láthatatlan zsinórom. Amikor adott esetben fonottal, akkor viszont ezt a 14-eset szoktam bekötni elé, adott esetben még vékonyabbat is, de akkor azt már monofilból. Hát nagy körülbelül ennyit mondanék el az előkékről. Hogyha kérdésetek van, akkor írjatok bátran, hamarosan érkeznek majd a holahalas videók, de előtte még én is egy-két finomsággal megpróbálok jelentkezni. Hogyha tetszett, nyomjátok a lájkot, és ha nem vagytok feliratkozva, akkor ne legyetek rest, iratkozzatok fel. Mindenkinek görbüljön, nyúljanak az előkék, recsegjen a fék, fogjátok a halakat. Sziasztok!